Igen, ez a fajta mozgás, ez a fajta akrobatika, főleg a levegőssége, az, hogy magasra fölugrik az ember és repül, ez nagyon jól passzol mondjuk egy színpadi környezetbe, vagy egy bármilyen előadásba, és éppen emiatt nagyon jó show elem is. A srácok szerencsére most még inkább foglalkoznak a sport ág részével, ami nekem egy nagy öröm, mert előre tudunk jutni. Egy idő után általában a gumiasztalosok eljutnak arra a szintre, hogy egyre inkább elmennek a show irányába. Ez leginkább pénzügyi okokból van, azt jobban megfizetik, mint a versenyzést, amiért ugye az ember fizet jelenleg itthon. Viszont éppen ezzel kapcsolatban nem is régen jártunk Dubajban néhány hónapot nagyobb versenyzőimmel, illetve én is egy része voltam egy show-nak, egy fantasztikus műsort raktunk össze, ami ebből következik. De ehhez az kell, hogy előtte az ember eredményes legyen a sportban. Visszatérve viszont az előző kérdésedre, hogy ma már ez a sportág, ez így van, hogy Magyarországon ez úttörő sportágnak számít, és mi itt újak vagyunk. 2001-től alakult meg a Gumiasztal Szövetség, egy kicsit későn kapcsolt Magyarország, ugyanis 2000-ben ez már olimpiai sportág volt. Már 96-ban bemutató sportág volt, de 1952-ben rendezték az első világbajnokságot. Tehát a körülöttünk lévő országokban azért óriási előnyben vannak, főleg az oroszok környékén, így Európában, de nyugaton ugyanúgy a németek, az angolok, a franciák nagyon jók ebben a sportágban, illetve tengeren túlon amerikaiak, kanadaiak, japánok, hát most a kínaiak, most az olimpiára, amit műveltek, az óriási, természetesen ők nyerték ezt is, és most ők a legjobbak. De én azt mondom, hogy attól függetlenül, hogy mi le vagyunk maradva, pont az ilyen alkalmak, hogy erről beszéltünk, és a magyarok esetleg meglátják azt, hogy ez létezik, ezek segítenek minket abba, hogy előrébb jussunk, és több támogatást, akár csak szellemi támogatást kapjunk abba, hogy az emberek, mikor azt mondjuk, hogy gumiasztal, nem arra gondolnak, hogy ez egy játék, hanem arra gondolnak, hogy ez igen, egy komoly sportág, el lehet jutni ezzel egy bizonyos szintre, akár olyan szintre, mint most a fiúk, akik Svédországból nem kis sikereket hoztak el. Mit is hoztatok el, mert ez a lényeg. Én nagy meglepetésre döntőbe kerültem, és egy hatodik. Ez neked volt meglepetés? Nekem nagy meglepetés volt, nekem is. Mert mivel korcsoportot léptünk, most mi voltunk ott a fiatalok, tehát 16 éves gyerekekkel voltunk, és tavaly ugyanígy 11. lettem. Tehát most meg döntős. Most meg döntős, és hatodik helyen végeztem, úgyhogy ez nagyon-nagyon. Én pedig a negyedik helyen végeztem. Gratulálok ezúton is egyébként. Ráadásul ők ketten egymás ellen is versenyeznek, mert ugye egy korcsoporton belül egy csapatban vannak, de ugye mind a kettőnek meg kellett küzdeni a döntőbe jutásért, majd a döntőben, hogy egyre előrébb jussanak, de nagyon ügyesen csinálják, mert ugye ezt hozzának szokva, és egymást nagyon jól tudják bátorítani, buzdítani, és hát igazából itt az volt az izgalmas, hogy ez egy svéd verseny volt, ahol a svédek a döntő közelébe se jutottak sajnos, pedig ők is ügyesek, de az oroszok taroltak mindent, illetve az amerikaiak voltak még nagyon jók. Tehát tényleg olyan nemzetek jöttek el, hogy mikor először megláttam a listát, azt mondom, úristen, csak jussunk 20-ba, és ehhez képest a srácok a 8-as döntőn belül is jól teljesítettek. Plusz még két fiatalabb versenyzőm is ugyanúgy döntőbe jutott, amire szintén nem számíthattam, és ott azért egész népes tábor, tehát például a 12 éves Soma, ő 45 főből jutott döntőbe, majd végül végzett a hatodik helyen. Hogy kell elképzelni egy ilyen versenyt? Ugye többnyire a köztudatban, ha már torna vagy ilyen akrobatikus elemek is vannak benne, akkor az embernek a szertorna jut eszébe, amit sokat láthatott a televízión keresztül. Ott pedig a következő van, bemegy a versenyző, megcsinálja a gyakorlatát, ha mondjuk olyan, hogy ugrás, akkor akár kétszer is, utána pontoznak, kész, elmegy, levonult, végig se nézi a másikat, mert ugye nem jó, nem biztos, hogy pozitívan hat rá, hogyha tudja a másik kiinduló pontszámát, vagy befejezett pontszámát. Nálatok ez hogy néz ki? Ez egy csapatjáték azért, tehát úgy drukkolok a másiknak, egy igazi fair play szellemben zajló verseny, vagy pedig itt is azért nagyon koncentrálni kell, fejben, mint a magasugrók, végig körgetni pontosan, mit fog csinálni, és még hosszan sorolhatnám. Tehát hogy néz ki? Ezt fejben szerintem végig kell görgetni, mert tudni kell azt a gyakorlatot fejben is. És hát azért a másikra is figyelünk az egész verseny folyamán.